Anita vagyok. Van egy vizet? Ezt nem hiszem. Nem hiszem, az nincs, de van. Vagy mit adjak el? Hát egy interjú. Amikor a 90-es évek közepén te berobbantál, és megszületett az új magyar mozicsillag, hát az én bátyámnak a falán is kint volt a posztered. És hát nem mondom, hogy mindig szépen néztem rád, amikor elmentem. Nem. Na jó, egyszer. Volt olyan pillanat az életedben, amikor a szépségedet egy átoknak érezted? Egy 20 éven keresztül? Igen? De tényleg? Nem, talán 20 év nem volt, de nagyon sokáig. Sajnos a bölcsesség a sokkal később jön meg az ember életébe, mint a helyzetek, amiket szerencsésem, vagy kevésbé szerencsésen kap. Én egyik napról a másikra lettem piedesztára állítva, és úgy éreztem, hogy nincs alapom. Tehát, hogy tényleg Káposztásmegyerről két hét alatt a mozivásznon teremtem, és ezzel igazából nagyon nehezen tudtam megbírkozni. Nagyon, nagyon szoros baráti kötelékem volt, és a családom is nagyon a földön tartott, tehát ez szerencse volt. Tehát nem, igazából nem szálltam el soha, hanem inkább azt éreztem, hogy ó, Istenem, akkor most mindenki csak ezt látja belőlem, és akkor... És egyébként jól éreztem, hogy ez lesz egyfajta keresztem. Vagy, igen, hogy csak a külsőségek. Hogy egy jó nő vagy. Igen, tehát hogy tulajdonképpen ezt az egészet én nem éltem meg jól, hogy... Tehát majdnem, hogy szégyeltem, ezt így ki lehet mondani, hogy... Na jó, de aztán eltelt, most ugrunk egyet az időbe, eltelt 20 év, és ott voltál egy Trója filmcastingján, ami nagyon fontos volt, hogy te szép legyél. És ugye kettőtök között ment a végül is... Diane Kruger. Igen, a Diane Kruger is köztet, hogy kikapja meg szép Helena szerepét. Tehát, hogy egyszer csak ott álltál, és a szépség az előny. Az az egyik faktor volt. Igen. Akkor sem szerettem még ezt a részét az életemnek. Tehát, hogy azt szerettem volna, hogyha az alapján ítélnek meg, hogy mennyi mindent belepakoltam én ebben a szakmába, hogy mennyit tanultam, hogy mennyit mentem utána, hogy dialektustanár, hogy különböző színész mesterek óráit látogattam, hogy tényleg nap-nap után, tehát hetente legalább 15 castingon volt, beültem a kocsiba és mentem, és ebből mit tudom én, fél évente egy, ha összejött. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, ez most is ugyanígy van. Na jó, de az emberek azt tudod, hogy azt nem szokták látni, vagy nem gondolnak abba bele, hogy attól, hogy te ott vagy egy filmben, az mennyi munka csak van odáig. Csak nekünk folyamatosan föl kell állni azokból a csalódásokból, és újra elmenni egy másik castingra, hogy nem feleltél meg. És mi volt a legnagyobb csalódás? Hát ez mindenképpen. A Trója? Igen. Akkor nagyon, az nagyon, főleg azért, mert hogy olyan messzire eljutottam, hogy már csak ketten voltunk. Na jó, de akkor, ha megkaptad volna ezt a szerepet, akkor valószínűleg mi most nem ülünk itt, vagy nem tudom én hány ügynökön keresztül. Hát nem tudom, de mondjuk jobb esetben valószínűleg nem ülünk itt, és megnyílnak előtted Hollywood kapui. Én abszolút hiszek a karmában. Tehát valószínűleg... És nem lenne Sophie? Nem lenne Sophie. Vagy akkor lehet, hogy lenne, csak nem Sophie lenne, hanem John. Tehát érted, de se tudhatjuk. Én nagyon hiszek a karmában. Én azt gondolom, hogy én erre nem voltam kész, erre a dologra. Tehát valószínűleg így legbelül én ezt nem nagyon akartam. Tehát én az a típus vagyok, vagy voltam, akit, hogyha mondjuk kidobtak az ajtón, akkor én soha nem másztam. Tehát hogy a főiskolára is, hogyha nem vesznek föl elsőre, én biztos, hogy nem próbálkoztam volna még egyszer, mert azt akkor a kudarcnak éltem volna meg, és akkor az egy tulajdonképpen egy útlevél, a másik irány, vagy oké, nem ezt kell csinálnom. Én azt gondolom, hogyha tudtam volna, hogyha valaki előtte azt mondja, hogy figyelj, Kata, akkor elmesélnek neked az elkövetkező 20 évedet, akkor valószínűleg erősen elgondolkozom rajta. De nem döntöttem volna másképp. Ugyanis az a helyzet ezzel az élet nevű dologgal, hogy ez mindenkinek oszt nehéz lapokat és könnyű lapokat. Tehát, hogy én is kaptam rengeteg nehéz lapot, a hivatásomban is és a magánéletben is, de hogyha más csináltam volna, akkor ugyanúgy azt hiszem, hogy ezeken a dolgokon át kellett volna mennem. Hogyha mondjuk megnézem az egész életedet idáig, és hát azért egy csodálatos 40-es éveidben vagy, akkor annyit éltél, mint mondjuk eddig, mint másnak egy egész életre jut. Tehát voltak benne iszonyú nagy felemelkedések, és voltak benne nagyon mély gödrök és hullámok, és
azért ehhez te túl törékeny vagy, de közben mégsem. Én tudom, én ismerlek, és tudom, hogy mennyire egy ilyen önörlő, önmarcangoló típus vagy, és még néha most se hiszed el, hogy te a saját jogodon vagy ott. Hát ezért ez egy nagy kereszt, amit te húzol magad után. Igen, valamiért fönt leosztották nekem ezt a dolgot, hogy én nekem ezt a pályát kell csinálni, miközben én egy ilyen nagyon magamnak való, nagyon introvertált valaki vagyok, aki nagyon szeretem a humort, nagyon szeretek vicceskedni, de alapvetően én egy visszahúzódó valaki vagyok, miközben ugye ott van egy kamera, ott a színpad, ki kell állni 80 vagy 400 ember elé adott esetben egy-egy színházban, de az meg nekem azért más, mert akkor nem én vagyok. Tehát, hogy az ilyen szituációkat például nem is azt, hogy nehezebben viselem, hanem hogy így sokkal izgatottabb vagyok, mint amikor ki kell mennem mondjuk a színházba, mert ott egy karakter, illetve nem lehet eldönteni, hogy mi az, amit magamból pakoltam bele, és mi az, amit felvettem a szerep kedvéért. Tehát most ebben, tehát, hogy valaki interjút de itt kézi... magamat adom ki. Aha. Neked. Hát még most se vagy olyan, amilyen szoktam lenni. Úgy egyébként, de mindegy, majd ez oldódni. Még oldódni fog ez a dolog. Volt egy találkozásunk, nem tudom, te mennyire emlékszel rá, egy rendezvényen voltunk a parlamentben, és elkezdtünk beszélgetni, lehet, hogy nem emlékszel rá, és én mondtam valami vicceset, és te ezen nevettél, és akkor én arra gondoltam, hogy ez van humora, tehát, hogy érti, amit én mondok, lehet, hogy csak udvariasság volt. És akkor már bennem volt egy olyan kép róla, hogy igen, ez a lány szerintem nem olyan, mint amit láttunk, tehát nem ez a... De mondjuk úgy tudsz beállni egy fotóra, anyám, mint Sába királynője, tehát, hogy gyakorlatilag nincs az az ort. Jó, tehát, de imádom. Több rutin van. De és ezzel igazából már csak hergellek is. De tényleg, tehát, hogy van egy olyan arcod, ami rögtön így, és rögtön ott vagy a pózva, ezt nagyon irigylem. És aztán, amikor azért jöttél Amerikából, és lementél ugye Békés Csabára játszani. Azért nem ilyen hirtelen. Jó, nem ilyen hirtelen, de persze nyilván, tehát annak az volt egy folyamat, de mégis lement egy vidéki színházba. Nagyon szerettem volna színházban játszani. Megmondom őszintén, hogy az én korai éveimben, tehát az Amerikába való kimenetelem, a főiskolára való jelentkezésem, az, hogy ezt a pályát választottam, az, hogy utána lementem Békés Csabára. Tehát én nem úgy tekintettem magamra, mint ahogy ez a több millió ember itt Magyarországon, hogy úristen, hogy lehet onnan oda le, ez nekem nem ez volt. Nekem az is egy nagyon nagy élmény volt az életemben, és tényleg rengeteget adott hozzám az a 8 év, amit kint töltöttem, de egy színésznőnek játszania kell, mert különben feleslegesnek érzi magát is, és akkor rosszul vagyunk. Hát ezt te is tudod, tehát hogy mi akkor vagyunk jól, amikor munka van. Na persze. Mert tudod, mi olyanok vagyunk nézők, hogy ha valaki elmegy Amerikába, és azt mondja, hogy hollywoodi karriert akar, akkor mi már rögtön akarjuk látni. De én nem is mondtam azt, hogy hollywoodi karriert akarok csinálni. Hát de mi azt hittük? Hát de igen, hát tudjuk bármit. Mi rajongó néz. És hogyha ugye valaki nincs ott fönt a plakátokon, nincs a fényben, és azt mondja, hogy jaj, most miért, ez nem sikerült neki. De hogy közben igen, amit te is mondasz, hogy egyszer majd csinálok egy ilyen 10 részes, részenként 1 órás sorozatot arról, hogy hogyan működik Hollywood. Mert ezt innen nagyon nehéz megítélni. Hát fogalmuk sincs az embereknek. Már azok is, akik megcsinálták, remegnek attól, hogy vajon mi lesz a következő feladat. Elég jó lesz-e? Vagy ha már megvan az egyik Oscar, akkor lesz-e utána egy másik? Tehát ez egy ilyen folyamatos verseny saját magaddal, a nőknél a korral, a kilókkal. A fene tudja, hogy én akartam volna volt ezt. Ilyen kilók, hát nem a kilók, nem, de ez a folytonos. Tehát nekem néha az is sok, amikor Magyarországon kimegyek az utcára is. Bár nem próbálok erre tudatosan figyelni, de azért érzem, hogy figyelnek. Uh-huh. Most gondolj bele, hogy nincs olyan ország, ahogy nem tudok sehova elmenni, mert mindenhol ismernek. Ilyen egy hollywoodi sztár. Én nem szeretnék így élni. De zavar téged, hogy megismernek? Nem, egyáltalán nem. Az emberek nagyon kedvesek, amikor arccal közelednek az utcán. A névtelen kommentelők, az egy más kérdés. Igen, azon tudom, hogy ezt abból nem bírod el. De nem, én most már ezt elengedtem nagyon régen. Tehát a Sophie óta már nagyon sok minden változott az életemben. Azért régen nehéz elképzelni úgy, hogy mondjuk játszótérről játszótérre rohangálsz. Hát igen, csinálom. Ha kis pelenkákat dobálgattál ide-oda, hogy rossz napjaid voltak, hogy volt, amikor kialvatlan voltál, hogy éjszaka fogtad a cumit, és már belenyomtad a gyerek fájába, csak hagy aludjál egy kicsit. Milyen anyadok voltak? Hát én szerintem
Hát ugye tudod, nekünk volt egy közös darabunk. Én szerintem az a darab az nagyon jól lefette ezt az anyaság kérdést, ami hát nem mindig egy rózsaszín felhőcske. Tehát, hogy én is vesztem el persze néha a türelmemet. Következetes volt, vagy volt olyan, hogy ordítottam. Tényleg? Tehát, hogy így bezártam így az ajtókat, kimentem az udvarra, és így torkom, vagy tehát egyszerűen üvöltöttem, amíg meg nem nyugodtam. És akkor visszamentél, csináltál egy ilyet, és na Szofika, akkor igen, így tényleg? Így, igen. Tényleg ezt csináltam? Igen. Igen. De ő hát inkább látott, de hogy volt, hát azért van egy olyan helyzet, amikor az ember ráordít a gyerekre, hát most azért nem? Ordítani nem szoktam. Nagyon-nagyon szigorú szoktam olyankor lenni. Tehát ilyen nagyon, akkor ez egy más hang, nem amit megütök. Milyen? Mutasd. Na, de figyelj, Szofia, azt mondtam neked, hányszor megmondtam ezt neked? Hányszor megmondtam? Komolyan ez veszi. Ez üvöltés szerinted? Nem, tehát komolyan veszi. Komolyan veszi, mert következetes vagyok. Jó, igen. Tehát, hogy akkor az annak meg kell történnie. De ez most már ez a legvégső. Ugye én is lányos anya vagyok, tehát azt gondolom, hogy minden hiszti és minden visszafeleselés az egy bazi nagy tükör, amit így odatol az arcodba, és tulajdonképpen én legalábbis magamat láttam nagyon sokszor a Lucába. Te látod Szofiba magadat? A reakcióiba? A mozdulataiba? A gondolkodásában? Igen, és ez sokszor én is. Úristen, ilyen vagyok. Na jó. Van egy olyan kis rovatunk, hogy van három barát, aki kérdezhet tőlünk, vagyis hát tőled, bármit, amit eddig az életed folyamán nem kérdeztek meg. Ez egy izgi részennek a műsornak. Az első barátod, aki nagyon közel áll a szívedhez. Kata drága, van hozzád egy olyan kérdésem, hogy szeretnéd tudni, hogy hol és mikor tanultál meg ilyen szépen beszélni oroszul. Na, akkor Kata, mondd el nekünk. Zsuzsi barátnőm, akivel most már lassan 10 éve nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, és ő remekül beszél oroszul, és ezt néha ki szoktuk használni. Amikor nem akarjuk, hogy valaki értse, hogy miről beszélünk, akkor átváltunk oroszra. Tényleg? Igen. És akkor oroszul beszéljük meg a dolgokat. Az én apukám, amikor általános iskolás 5-es lehettem talán, akkor kiköltöztünk Kijevbe. Uh-huh. 3 évre, akkor ő ott dolgozott, ott kapott munkát. Úgyhogy orosz iskolába jártam. És hát tulajdonképpen 4 hónap alatt én perfektül beszéltem oroszul. És most is jól beszélsz egyébként? Tehát érteni mindent értek. Tehát ez nem egy olyan nyelv, amit használok. Uh-huh. Tehát hogy most azért az angol az egy frissebb dolog. Persze. De én szerintem, hogyha mondjuk 2 vagy 3 napra összezárnak engem oroszul beszélő emberekkel, akkor újra, tehát nekem van egy felsőfokú végzettségem is, vagy nyelvvizsgám ebből, tehát biztos, hogy minden visszajönne. De ha valaki elkezd hozzám oroszul beszélni, akkor én azt mondom neked, hogy akkor mondott. Összehozom anyámmal. Most jön egy lány, aki szerintem, hát talán az egyik legfontosabb személy az életedben. Ő is feltett kérdést neked. Szervusz, drága barátném! Azt szeretném kérdezni tőled, hogy ha elvesszük az összes adományt, amit a Jóisten adott neked, a szépséged, a tehetséged, akkor hogy látod magad, hogy mi lenne ma belőled? Ha nem vagy színésznő, ha minden művészi dolgot és külsőséget elveszünk, akkor most hol lenne a Dobó Kata így 24 évesen a világban, és mit csinálna? Erre azért nagyon kíváncsi vagyok. Puszillag, szia! Puszil, szia! Föltett egy olyan kérdést, hogy jaj! Na, ez egy nagyon jó kérdés. Hol lennék most? Hát ha mindent elvettek volna tőled, szépség, tehetség, akkor hol lennél? Hol lennél a világban? Lehet, hogy gyerekekkel foglalkoznék. Ez felvetődött ez a kérdés a gimnázium utolsó éveiben, hogy valamilyen tanítóképzőre menjek, amihez valószínűleg nekem nem lett volna egyébként türelmem. Uh-huh. A húgam egyébként óvónő. És hát én szerintem ez az egyik legcsodálatosabb és legnehezebb hivatás. Néha ugye a saját gyerekünkhöz sincs nagyon türelmünk, nemhogy máséhoz. Nekem tehát, mindig. Hogy persze. Hashtag se. Persze se. Na jó, jöjjön az utolsó barátod.
Én azt szeretném megkérdezni Dobó Katától, hogy hogy bírja azt, hogy a pasia soha nem csinálja meg a haját. Most tényleg egy fodrász a manusod, és nem csinálja De ez nem igaz, hogy soha nem csinálja meg, néha megcsinálja, de nem merem sokszor megkérdezni. Figyelj, de miért? Hogy mondod reggelt? Meg neki, hogy ne haragudj, ez nem tetszik? Nem, de hogy nem azért, na, hát mindig tökéletes a végeredmény. Persze, hát nem mi erről. Nem, hát de most gondolj bele, hogy hát én sem adok elő nem tudom milyen monológokat otthon este, érted? Hát mást előadsz. De hogy érted, szegény egész nap reggeltől estig az üzletbe szállítgatja a nők haját, meg magdossa, hát most na tényleg hát most az nem a te hajad, tehát hogy most értetted, hogy lehet, hogy ő szeretné ezt a már legendás hajkoronát megcsinálni. Ő nem szeretné, tehát hogy a helyzet az, hogy ő nem, tehát hogy így azt hiszem talán az elmúlt másfélben négyszer, és akkor nagyon-nagyon hálás voltam neki. De hogy mentél valahova, vagy csak egyszerűen ült és hát befonta? Többnyire együtt mentünk akkor valahova. Tehát, hogy akkor az egy olyan esemény, amire mondjuk ő is jött. Figyelj, ha kapnál 2 órát így az élettől, hogy bármit kipróbálhatsz, vagy meg egy régi vágyad akár, az mi lenne? 2 óra, amit most azt mondják, figyelj, két van 2 óra, csinálj valami olyat, amit szeretnél, amit eddig nem próbáltál hát, ki. Ez a virágkötészet egyébként, ez nagyon... Ez nagyon izgatja a fantáziámat, igen, hogy hogy lehet ilyen gyönyörű csokrokat csinálni. Ja, nekem mindig van vágott virág például a lakásban. Tehát, hogy én nagyon szeretem a vágott virágot. Ilyenkor például a tulipán, amit imádok. Sophie az már szegény ezt hallgatja körülbelül 2 hete, amióta ugye rügyeznek a fák, hogy gyere, Sophie, nézd meg ezt a fát, olyan gyönyörű, nem? Hát a tavasz, érted, amikor így újraéled a természet, az nekem egy ilyen mámor. Ez te is a tavaszlánya vagy, hát február végig vagy, úgyhogy ez az én évszakom, és én ilyenkor én rendesek. Na jó, én is a tavaszlánya vagyok, bár egy kicsit inkább a pocok tündér, de elviszlek. Menjünk virágot kötni. Nem kell, én elfogadtam magam. Már 20 évvel ezelőtt se. Gyere, kössünk virágot. Jó rendben. Minden álmodat így fogom megvalósítani. Most egy kicsit izgulok egyébként. Tényleg? Elhoztalok a város egyik legmenőbb virágüzletébe, itt van Kátya velünk, ő fog segíteni, és hát hozzád méltóan egy szép tavaszi csokrot fogunk csinálni. Kátya, segíts, hogyan kell neki kezdeni ennek az egésznek? Mit csináljunk? Okay. Kezdjük a dobozzal? Csináljunk csokrot. De a zölddel kezdünk? És kész is! Hát gyönyörű! Voilà! Gyönyörű lett! Ezeket ide leteszem, jó? Igen, és akkor innen választok igen, ezekből, igen. Gondolom. Én választok neked, mit szólsz? Jó. Hány férfi akarja ezt? Nagyon szép. De jó illata van. És akkor ehhez rakjunk egy ilyen, egy zöld? Igen, fontos mindig, ha itt a pontba, hogy legyen egy pont a találkozási, igen, pont. Igen, és itt semmi szólt. Igen, most egy nagyon sárgát fogok, mit szólsz, hogy ilyen szép. Köszönöm szépen, igen. Jó lesz. Igen. A meccés pont, az meglegyen. Tessék. Lehet, hogy nem örülsz neki, hogy én adok ott? Nagyon örülök neki, köszönöm szépen, ez itt tökéletes. Akkor rakjál hozzá még egy kis zöldet. Úgy. Kezdek úgy járni, mint a kártyapaklival, hogy lassan már nem tudom a kezembe tartani. Inkább valami ilyesmit. Hát nézd, megy ez neked. Tehát ez kész van. Hát azért nem, de... És akkor még egy virág. Én addig eléneklem Csongrádikat, a híres slágerét. Millió, millió, millió rózsaszám. Még azért legyen, tudod, ne legyen páros. Én mindig páratlan virágokat viszem. Számoltad? Hát nem, még nem számoltam, de meg fogom számolni. Páratlanul kell, persze. Igen. Én ilyen számőrült vagyok, ja. Én nem bírom a páros számokat. Na jó, de és hogyha a születésnapodra kapsz hát, páros szám? Emlékszel, hogy néztem ki a 40-en? Azért arról gondolkozzunk. Várj, de még egy rózsa kéne. Jó, mondjuk ez nem azért, mert értik. Na mindegy. Akkor erről ki voltál borulva a 40-en? Hát miért, te boldog voltál? Nekem a 40-dik jó volt. Tudom, ott voltam. Emlékszem rá, hogy neked jó volt. De hát azért... És én nekem is jó volt, mert még volt. Jó, ez már szép, nem? Egy éve.
Jó. Ez szép, de még én zöldet raknék. Még már, ha így beleszólhatok ebbe az egészbe. Nem szólhatsz. Jó. Ez most így virág kötőszemmel milyen, hogy milyen ez? Jó. Jó, na. Szegény, hát mondjuk egy 10-es skálán, 1-től 10-ig. Nem, 4, 3, 2. Ha ez az első csokor, első csokornak jó. Uh-huh. Aha. Az igazság, hogy nekem semmiféle ilyen látásmódom is. Ide? Uh-huh. Például Kata, te ugye nem szeretném magamat dicsérni, de ugye az Instagramon is jelen vagy, amit ugye hát nekem köszönhetsz, mert én mondtam, egyébként hogy igen. Miért nem jelentkezel. Egyébként föl. Igen, ennek 3 éve kb. Ennek 3 éve, és azóta már díjat is nyertél vele, nem? Ha jól tudom, hogy volt valami. Instagram influencer, vagy valami igen. Ilyesmi. Hát, és hogy ott rengeteg fotód van, amit csak úgy fotóz. Én mindig mondtam, de miért nem csinálsz egy kiállítást? A fotóimból? Igen. Hát nagyon jó fotókat csinálsz, mert van egy látás. Tehát úgy tudsz egy kávéscsészerűs fotót csinálni, igen. Hogy az ember azonnal rohanni akar és inni egy kávét. Most nézd meg ezt a csokrot. Az enyém, tudod, hogy néz neki? Így. Ez most már... Ez az én csokrom. És akkor ilyenkor le kell vágni igen, azon. Ez nem az első, a fix. Nem fontos. Jó lesz. Nem, ez így nem jó? Lász, nem jó ja, technika? De ez pontosan. Kicsit olyan sufli tuningos, de nem jó igaz. Lesz. És most hol van? Igen? Itt van. Ezt akkor így szorosan uh-huh. Megkötöm. De akkor húzd meg jól, mert szétesik. Ja. Szuper. Ez úgy jó, nem? Mikor az ember először próbálkozik, és ott áll valaki, mint én, és mondom, húzd meg jobban, szorosabban egy kicsit. Igen, most megvan ez. Szuper. De na, még le kell vágni, nem van? Igen, vágni. Ő most... azt szeretné már, hogy van ez a meccés. Ez kicsit visszavágni, és igen. Utána itt körülbelül, ha ilyen méret van, ez körülbelül ide vágni. Ez most nagyon jó csinált, semmi szalt van benne, jó lesz. És ilyen, but ez nagyon... Hosszú vágok ilyen, látszik. Ez az összeset? Ja, a rózsa, igen. Jézus Mária. Ha csinálsz nem kellett volna ennyi rózsát beletenni. Nem, ez több... Sokkal jobban felszívja a vizet? Igen, pontos. Hát akkor megszületett az első hát, csokrom életemben. Ez nagyon szép, Kata. Kata, köszönöm, hogy eljöttél ebbe a műsorba. Mit haza? Tessék, nem. Hogy emlékezzél rám ma este. Majd megkapcsolom a tévét, biztos ismétlek valamelyik filmedet. Na, ezt te csináltad, ez legyen köszönöm. A tiéd. De jó, nagyon-nagyon örülök jó. Neki. Köszönöm. Na, most, hogy ő leszerepelt, én akarok egy ilyen boxot csinálni. Hogy leszerepelt? Nem szerepeltem le, ezt én csináljunk is szeretném. Ezt hogy kell? És szóval ahova ennyire. Kell dugni? Jó, de szörnyen hangzott most ez a mondat. Ja, hogy az rosszul is csináltam. Semmi van. És itt jó benne. Aha. És például a rózsákat hogyan? Tehát, hogy így levágod? Per szal. Igen, óvatosan, jó? Igen. Igen. Mert hogy sűrűn kell, nem? Igen. Az a szép, hogyha sűrűn uh-huh. Van. De jó. Ezt én vágtam le, ezt is rakjuk már oda. Nézd, és én is csináltam ma valamit. Nagyon szép. Ugye? Na várjál, mert... Vagyis nem annyira, de... Ne kritizálj, légy szíves. Megigazítottam, amit te tettél bele, mert nem volt a helyén. És? Jó, kicsit magasra raktam, de hát engedd meg nekem ezt. Ide fogom én ezt most. Kata, az első közös munkánk. Figyelj, ha nem megy a biznisz, akkor te kötöd, én meg beszállítok. Az nem jó? Mert én érzem, hogy ez nem az enyém. Miért? Mert én nem vagyok ilyen, hát most én ilyen hűbele Balázs vagyok. Én megszerelem a gázkonvektort, kicserélem a lámpát. Kezd a nem tudom, tehát hogy én nem vagyok ilyen. Akkor ha hívlak, hogyha izé... Hív, szóval azt mondod, Anita, gyere, mert izé kéne egy szobafestés, mázolás, jó. Én ott vagyok. Vagy egy izé égőt kicserélni. Én jó. Vagyok. Rendben. És egyébként mondanám is itt a telefonszámomat, ha bárki meg ilyen gondja van, tudod, akkor hogy a... Tudod, hogy milyen ilyen? 0625. Na, hát most... Hát ez kész. Ezt megmutatnám a kamerát. Ú, de nehéz a végeredményt. Ugye milyen szép lett? Kata csinálta, Kata és Kátya csinálta, én meg csak itt voltam. És akkor így rákerül a tetejére, ugye? Igen. Na, boldog vagy? Igen, nagyon. Jó van, nagyon olyan szép lett. Hát sokat nem segítettem. De ne hülyeskedj, már nagyon sokat köszönöm, segítettem. Meg egyáltalán, hogy én köszönöm. Jaj, nagyon köszönöm. Imádlak. Hoppá. Tessék. Köszönöm.